tok volamit, la tok valakit, mit lats, kit lats, nem la tok shemit, nem la tok shenkit. Jó, köszönöm. És jó reggelt, Sina! Jó reggelt! Szia, Sina! We do some repetition for definite and indefinite conjugation. Let's read definite ones. Látom a lányt. Igen. You just read this part. Látom a lányt. Látom a lányokat. Busz látom. Katit látom. Az új barátnődet látom. Jó, köszönöm. És Steve. Szeretek moziba menni, and utan lock a shirt inni. Jó, definite. Sina, definite ones. Szeretem a filmiket, utalom a szurt. Jó, és definit. Sina? Melyik a palacsintát kired, ezt a palacsintát kirem. Melyiket kired, az kirem. Jó, köszönöm. So, they are the definite conjugations. Sina, látod Steve-et? Látod Steve-et? Látom Steve-et. Jó, Steve, látod Sinát? Igen, látom Sinát. Jó, és Steve, látod a babát? Igen, látod babek. Látom, oké, okay. You can understand. Jó, köszönöm. És Sina, hallod Steve-et? Hallani to hear. Hallom Steven. Hallom Steven, jó. Oké, okay, you can understand. Jó, let's see some extra material. Mondjuk is, definite and indefinite, you can help me. Elnézést, Rita tanárnőt, keresekor keresem. Extra Hungarian, we can see you. I have no babysitter today. Yeah, it's okay, it's very good, it's okay. If you said it, then I bring some other exercise. I think that's Kereshek. Rita tanárnő, so Rita is a concrete person. Oh, Rita. Keresem. Jó, I'm looking for Rita. Keresem. Jó van, akkor most az elsőt. Olvasok vagy olvasom? Az elsőt. Olvasom. Olvasom az elsőt. Ja, az definite article plus T. Olvasom az elsőt. Nem? A tollamat. A definite article plus akkuzatív T. Találom. Nagyon szeretek, hogy szeretem autót vezetni, so we have here infinitive form. Szeretek. Szeretek autót vezetni. Jó. Steve, szeretsz autót vezetni? Steve, szeretsz autót vezetni, nem? És Sina, szeretsz úszni? Sina, szeretsz úszni? Úszni, igen. És szeretsz boxolni? Igen, nagyon szeretek. Jó. Oké. Okay. Egy pillanat csak. Egy tollat. Keresek egy tollat, jó? One is the indefinite. Keresek egy tollat. Mindig ezt csinálod, vagy csinálsz? Ezt, so it'd be csinálod. Csinálod, aha, after ezt is definite, csinálod. Te gyakran számítógépes játékokkal játszol. No, akkuzatív, but with játékokkal, do you play with computer games often? I think játszol. Játszol, azaz. Mit? Hétvégén. Csinálsz hétvégén. Mit csinálsz hétvégén? Jó. Milyen könyvet? Most? In case of indefinite what question. What kind of book are you reading now? Olvasod. In case of the question, milyen? Which? Milyen? Olvasol. Milyen könyvet olvasol? Sina, milyen könyvet olvasol? Nincs. Oké.
Még mindig a Harry Pottert. Olvasod? Olvasod, aha. Majd hétvégén a házi feladatot. Ah, sorry. Megírom. Megírom a házi feladat. A plusz a plusz a titték, jó? Én a nagy kék labdát. A plusz akkuzatív alapdát. Anad, anás, kék, itt kérem. Kérem. Még egy kis kávét. Az edge, so it would be kérsz. Azaz. Egy, mindenféle kérsz, vagy egy kis kávét. Lili tanárnőt, so similar like the first one, concrete name, ő biztos segít. Megkérem. Megkérem Lili tanárnőt. Jó. Soha nem. Ebben a taskban tanulom. Semmit is indefinite. A táskában is no accusative to just in. Semmit indefinite. That's talalok. Nem találok semmit. Jó. Melyik mondatot in case of which you can cheat and look after? Melyik mondatot? Akarod. Én akarod olvasni. Valakit, hogy segítsen. Megkérek. Megkérek valakit. Jó. Mióta? Magyarul. Tanulsz. Mióta tanulsz magyarul. Jó. Nagyon sokat a magyar órára. Sokat. Tanulom. After sok. Oh. Is in the field. Sokat is indefinite. Most éppen a határozott ragozást. Tanulom, igen, definite. Még mindig a szavakat. A szavakat tanulod. Tanulod, jó. Beszélgetni, szóval infinitív, akarod, vagy akarsz beszélgetni. Akarsz beszélgetni, jó? Csak azt mondani, hogy köszönöm a segítséget. Azt akarom mondani, jó? Csak azt szeretnék, vagy szeretném kérdezni. Csak azt szeretném kérdezni. Csak azt szeretném kérdezni. Hol van Kitty és Ella? Nem tudom én is őket. Várokor várom. Kézzük használom pronom plusz akkuzatív. Várok. Van. Jó, where are they? Where are Kitty és Ella? And Ella, nem tudom, hogy no, én is őket. Várom. Várom. Jó, oké, okay, fine. Jó, itt hoztam extra. And one. Tankönyv 158. Tankönyv 158 és 27. We will listen and fill in the endings. Például szeretem a latin nyelveket, a francia különösen tetszik. Jó, listen and fill in the endings. Szeretem a latin nyelveket, a francia különösen tetszik. A barátom belga, ezért tanulom ezt a nyelvet. Magántanárnál tanulok. Nagyon szép nyelv a francia, de a kiejtés nehéz. Miért nem úgy írják a szavakat a franciák, ahogy mondják? Amikor együtt vagyok a barátommal, próbálunk franciául beszélgetni. Néha tévét is nézünk, de még elég keveset értek. Ha egyedül vagyok, sokat olvasok. Most például a Kis herceget olvasom. Szerintem az olvasás sokat segít a nyelvtanulásban. Jó, meghallgatjuk még egyszer. Szeretem a latin nyelveket, a francia különösen tetszik. A barátom belga, ezért tanulom ezt a nyelvet. Magántanárnál tanulok. Nagyon szép nyelv a francia, de a kiejtés nehéz. Miért nem úgy írják a szavakat a franciák, ahogy mondják? Amikor együtt vagyok a barátommal, próbálunk franciául beszélgetni. Néha tévét is nézünk, de még elég keveset értek.
Ha egyedül vagyok, sokat olvasok. Most például a Kis herceget olvasom. Szerintem az olvasás sokat segít a nyelvtanulásban. Jó. Camille, sir, you need one more? Or it's okay? No. It's okay. Steve? One more, please. One more. Jó, még egyszer meghallgatjuk, oké? Szeretem a latin nyelveket, a francia különösen tetszik. A barátom belga, ezért tanulom ezt a nyelvet. Magyar tanulok. Nagyon szép nyelv a francia, de a kiejtés nehéz. Miért nem úgy írják a szavakat a franciák, ahogy mondják? Amikor együtt vagyok a barátommal, próbálunk franciául beszélgetni. Néha tévét is nézünk, de még elég keveset értek. Ha egyedül vagyok, sokat olvasok. Most például a Kis herceget olvasom. Szerintem az olvasás sokat segít a nyelvtanulásban. Jó, let's check it. És Gina, hogy hívják? The first one? Yeah, we can begin. Szerintem a latin nyelveket a francia külön színek tetszik. A barátom belga, ezért tanulom ezt a nyelvet. Ezt a nyelvet, jó. Oké. Még egyet csinál. Magán tanárnál tanulok, nagyon szép nyelv a francia díjkielítésnéhez. Miért nem új ír a sávakat? A francia mondom. Miért nem úgy ír? Ír? Mondunk, amikor így vagyok, a barátommal próbálunk. Miért nem úgy ír a szavakat? A szavakat definit, ír. Oh, I put dash. I didn't hear that. Okay. Yeah, it's okay. Steve, ír. Írják. Írják, jó? A szavakat írják a szavakat. Írják a szavakat, because a plusz akkuzatív t írják definit, és ahogy mond... Mondunk. Aha, a szavakat mondják. 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 Aha. A szavakat, ahogy mondják. Oké, okay, Sina, megint van. Amikor? Amikor együtt vagyok a barátommal, próbálunk franciául beszélgetni. Néha tévét is nézünk. De meleg keves értek. Ha egyedül vagyok, sokat olvasok. Most például a Kis herceget olvasom. Szerintem az olvasás sokat segít nyelvtanulásban. Oké, köszönöm. We go step by step, sentence by sentence, and you can ask. Lehet kérdezni. Szeretem a latin nyelveket. A francia különösen tetszik. Francia különösen? Különösen special. Special. Speciálisan tetszik. Nagyon-nagyon speciálisan szeretem. A barátom belga, ezért tanulom ezt a nyelvet. Ezért? Ezért, that's why. Ezért, that is why. Ezért, that's why. Magántanárnál tanulok. Nagyon szép a francia, de a kiejtés nehéz. Any question, kérdés? No. Miért nem úgy írják a szavakat a franciák, ahogy mondják? Okay. Mm-hmm. Amikor együtt vagyok a barátommal, próbálunk franciául beszélgetni. Néha tévét is nézünk, de még elég keveset értek. Keveset? Kevés, a few, not a lot. Ez akkuzatív keveset. Keveset értek, I understand, just a little less. Not everything, just a few sentences. Ha egyedül vagyok, sokat olvasok.
Most például a kis herceget olvasom. Jó, a kis herceg, it is the book of the little prince. Most például a kis herceget olvasom. Szerintem az olvasás sokat segít a nyelvtanulásban. Jó? Steve, can you follow it? Jó, Sina? Igen. Jó, so you do a little things in between. It's fine. That was we don't can do it. It's just women can do it. A lot of things together. Homework PLB 8-28, 28 kell, vagy szeretem a magyar nyelvet, nem szeret a magyar nyelvet. Jó, ez homework kell, vagy házi feladat. És megnézzük a 29-et. Te és ön, hívhat similar van, szeretted a magyar nyelvet, és szereti a magyar nyelvet. Jó, you got 10 minutes, and do it first, te és ön. Jó, similar was the homework. Feeling te, és ön, we have always given the formal or the informal. You can use everything. We have given one form, informal or formal, so fill in the right on the other.
Pero mo ako cellphone, be. Let me check the first. Te és ön. Könnyen tanulad a mayar sabakat. Then it's Konyan Tanyul Tanul Ya Amaya Sabakat. Tanul Tanul Ya, okay. Harum. Harum. Yol Ishmered Amaya Kulturat. And Yol Ishmeri Amaya Kulturat. Yo. Nej. Nej. Mikor Irad. Ahazi feladat, and mikor irya ahazi feladat. Feladat tot. Azaz, jó. Jó, öt. Öt. Sok mindent értez, ha valaki major beszél, and then sok mindent ért, ha valami major beszél. Just valaki, valaki, somebody, valaki. Jó, hat. And many idolt Toltez, Maya Orsagon. Jó. And then, Yakran Kap, Maya Yeldu, emailed. Yes, good. Then, Million Yak. Number seven, Ön, you are seven. Polite. The polite from Ön, Yakran. The Yakran Kap. Mayar Yalbu emailed. Jó, oké, nyolc. Nyolc. Milyen gyakran nézel Mayar tevet, ez hallgat Mayar zenet. Milyen gyakran? Polite. Milyen gyakran? Polite. Hallgat. Hallgat és né... The first step. Néz. Néz, jó, oké. Okay. Néz. Mm-hmm. Kilenc. Kilenc az egyedül tanulod a nyelvet. Jó. And érted a magyar nyelvtant. Oké, okay, köszönöm. Jó, ez nagyon jó. És any question, kérdés erről? No. Jó. I hope you know you can follow it. We do the tea. Yes, Önök, the plural
informal and formal. Például szeretitek a magyar nyelvet. Jó? We have the basic. Szereted a magyar nyelvet. Put it into. Ti szeretitek a magyar nyelvet. És szereti a magyar nyelvet. Szeretik a magyar nyelvet. Steve, is study or not yet? I think it's okay. If you need time, it's okay. So it's good if you write down. So we have te, then put it into plural ti, és ön into önök. Is ready, Steve? Okay, I didn't do that this one. But Okay, then please do it. We leave it. Hopefully Sheena can join. Okay. Jó, so we have te, szereted a magyar nyelvet. We put it into plural form, szeretitek a magyar nyelvet. We have ön, szereti a magyar nyelvet. Put it into plural, önök szeretik a magyar nyelvet. Alright, so same words, just different. Same, yeah, only put it into plural, te, into ti, plural, és ön, into plural, önök. You can use everything. Thank you.
Nagyon nehéz. Nehéz. You can use everything. So we have the T form, put it into T, and you can use the previous sides for conjugation. I advise this form. You Steve, it helps this T and önök. We have back vowel, front vowel, and the lips around T és önök. I advise to use this, or if you need, I can show you this as well. We have te, put it into ti. We have ön, and put it into ők. Steve, would you like to see this or? I think I have it now. Yeah, we check it. I know it's very different from English, for example, so I know it's difficult. So we have to exercise. Jó, example, szeretitek a magyar nyelvet? Do you like the Hungarian language? T plural, és szeretik a magyar nyelvet. You plural and polite form. Jó, Steve, kettő. Kettő az. Tanuljatok. Jó, the whole sentence, egész mondatot, könnyen. Jó, könnyen tanuljatok a magyar szavakat. Jó. Könnyen tanuljak a magyar szavakat. Jó. Három. Három. Jól ismeritek a magyar kultúrát. And jól ismeri a magyar kultúrát. Jó, just plural. Jól ismeri. Plural. Oh, jól ismerik. Jól ismerik. Jól ismerik. They're the easy ones. You'll just have to add a K. Yeah, igen. Puszka, igen. Okay. Jó, next one. Következő. And mikor írjuk a házi feladatot? Just plural, just tea. Ti. Írjátok? Írjátok. 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 Mikor írjátok? És önök? És ön írják. Írják. Jó, ez ír. Jó. Sok minden értetek. Ha valami magyar beszél, and sok minden értenek, ha valami magyar beszél. Jó, hat. Hat. Ez. Mennyi időt töltött itt jobb időt indefinit, mennyi időt? Töltöttek? Igen, igen. Töltöttek, And then six. Mennyi időt töltenek? Jó, jó. Okay, hét. Jakran kaptok magyar nyelvű e-mailt. Jó. And jakran kapnak. Jó. Then million jakran neztek. And million jakran neznek. Jó. And egyedül jó, kilenc. Egyedül. Egyedül hallgatok. Before we have
Number 9. Egyedül. Tanuljátok. Igen, egyedül. Tanuljátok a nyelvet, és korral önök tanulják. Tanulják, jó. 10. There, Ted, that's Eritek. A Magyar Nyelvtant and Értik. Értitek és értik. Értitek és értik. Értitek és értik a magyar nyelvtant. Jó. Jó, we do some extra. Jó, so we repeat. Határozott ragozás, definite conjugation, the paradigma. Steve, can you read? Látom a lányt. Always put there the non plus accusative form. Látom a lányt. Okay, so látom a lányt. Látod a lányt. Látja a lányt. Látjuk a lányt. Látjátok a lányt. And látják a lányt. Ismerem Esztert. Ismered Esztert. Ismeri Esztert. Ismerjük Esztert. Ismertek Esztert. And ismerik Esztert. Jó, köszönöm. Lips around. Küld. Kudom az e-mailt. Kudod az e-mailt. Kudi az e-mailt. Kudjuk az e-mailt. Kuditek az e-mailt. And kudik az e-mailt. Jó, köszönöm. So in this exercise we had at first te látod a lányt. We had the plural form ti látjátok a lányt. Jó, we had ön ismeri Esztert. And plural önök ismerik Esztert. And let's check. Melyik a határozott? Which one is the definite object? So you can think about it. Magyar tanulok, az új szavakat tanulom, ismersz itt valakit, ismered azt a lányt. And so on, so memorize which is the definite one. Definite object. So you get 3-5 minutes. Okay. So, Steve? Okay. So, only you need the definite object okay. Sentences. Az oly szavakat tanulom. Jó. Nasa bahay ka? May ginagawa? Kilansadik. Symphoniat halgatom. Paano ko lang na sa and as emailed Irod. And ismered ast alanit. Nem latod katit. And meik filmet nezen. Okay, very good. Listen. Let's check. Jó, 3.5 válasz ki a helyes megoldást, choose the correct form of the verbs.
Este várunk, or várjuk Kevint az étterembe. Jó, you can use everything. It was write down only the verbs which are correct and after we check it. Szia, bocsánat, the baby is asleep. Jó, we do some extra materials. Always giving two verbs, which is correct.
Challenger, es kavet. Most nem korán van. Ó, 5 óra, nekem nagyon korán, 5 óra. Jó, Steve, we can begin on the China session. Okay. Esta. Esta Varajuk Kevin as Eteram Ben. Peter Akabe Zoban Var Valakit. Var Valakit. Shina Aaron. Shila Koni Konivdarban Hasi Feladadut area. Este Bulilis. Izert. I'm not sure with this. Felhívjátok Silát. Felhívjátok Silát. Igen, Csilla is a concrete name. Mi még egyet. Sina. A diákok nem ismerik az új tanárt. Nem ismerik az új tanárt. Jó, Steve, the next one. Rendell's egy pizza. Pizzát. Igen. Szerettetek a Babel West? Szerettitek a Babel West, jó? És nem erjük a kérdés? A kérdés, jó, tehát mindig. Oké. Okay. Steve, the next. And a Sina? Melyik bort ajánl a pincser? Melyik bort ajánlja a pincér, a finita. Jó? És még egyet. Sina? Foglalnak asztalt. Jó, foglalnak asztalt. Oké, okay, fine, köszönöm. A kérdés? Igen. 1, 2, 3, 4. A szia a konivtárban házi feladat ír, or ír ja? A házi feladatot írja, vagy házi feladatot ír. Szóval a házi feladatot ír, Visa definitor a házi feladatot írja. A házi feladatot írja, if you put there a házi feladatot írja, or visa házi feladatot ír. Jó, we have here no definitor, kell a házi feladatot ír, or if we put there a házi feladatot írja. Házi feladatot ír, or a házi feladatot írja. Házi feladatot ír, or a házi feladatot írja. Jó, the meanings of the verbs are, okay, várja, írja, felhívjátok, ismernek, ismerik, rendelsz, rendeled, szerettek, szeretitek, értjük, ajánlja és foglalnak, foglalják. Question about only the verbs?
Felhívjátok? Felhívni to call. Call up. Actually, fel is up. English is up. Call up. So to call. Fel is the verb prefix. Actually, it means up, but the same meaning in English. Okay, call up. Okay. Yeah. And then meik, with meik, it's usually definite. Again, in the question, make is we use the after make it the definite form again. Make bort ajánlja after make, because in the answer, a vörös bort, in the answer we use a az the definite article and the accusative t, a vörös bort, a tokai bort, and so on. Yeah, okay, so we do. At first we go back to the book, tankönyv. 160.30. Here are some sentences, fill in, you can choose. Szeretem a nyelvet, mert szép és könnyű, jól ismerem a kultúrát. Sok mindent értek, ha valaki úgy ül, beszél, szívesen tanul. Tökor úgy ül, gyakran kapok nyelv e-mailt, és nagyon szeretnék tudni. Ez egy infinitív. Én azt mondom, fill in, we need normal sentences, 160.30. Bakit? Ah. Yung? Ah, sige, pasok ka. Ay, no? Oo. Pwede na yun. Mamaya na. Mamaya na.
Bye. Oh. Saan? Steve, guess. Okay. Shina? So, again? Is it time? Yo, Shina, the first. Yeah, sure. Seritem as Angol Nielvet, Mert es Sip Konyu. Sip es Konyu. Jó, még egy, Shina, kettő. Jól... It's my own words, right? My own. I fill in with my own words. Like, jól ismerem a Filipino kultúrát. Igen, jó. És még egyet, Sina, három. Sok mindent értek, ha valaki angolul beszél. Oké, okay, perfect. Listen. Steve, 4-5-6. Szívesen tanulok oly szavakat. Jó, oké. Okay. Jó. Gyakran kapok, Silanak nyúlva e-mailt. So we need a language. What kind of language? Email? Which language? Magyar nyelvű e-mailt. Magyar nyelvű e-mailt. Jó, például. Oké, és hat. Nagyon szeretnék tudni kínaiul. Kínaiul, oké. Jó, köszönöm. Jó, Sina, can you follow? Igen. Jó, Steve, oké? Oké. Jó. Jó, we do other exercises. Munkafizet exercise book. 86.7. Melyik tárgy illik a mondatba, which accusative is good in the sentence 86.7. Kérem szépen, egy tollat not good, but ezt a tollat, because definite conjugation. Jó, you get 5 minutes and which is the good, right, accusative. Például kérem szépen ezt a tollat. Ki kapja egy sajtos pizzát, vagy ki kapja a sajtos pizzát. Látod egy autót, vagy látod az autómat? Yeah, you can figure out from the conjugated verbs. Is it indefinite or definite? Kérem is definite conjugation. Kérem szépen ezt a tollat. Yeah, you can use everything, which is the correct form.
Yes. You. Okay. Shina, you need some time? It's okay. Yo, Shina, you can begin. Kirem Sipen est a tolat. Second ki kapya age a shaitot pizza. A sajtos pizzát, jó? A sajtos pizzát. Egy vidon négy szó, egy sajtos pizzát, or a sajtos pizzát. Kapja is definitely, we use a sajtos pizzát, we have a, the, and akkuzatív. Ki kapja a sajtos pizzát? Nos, én a három. Látod egy otot? Látod, is already definite. Oh, látod. So it's az automat. Látod az automat, aha. Jó, we have here definite conjugation látod, plus definite article az, and accusative t. Látod az automat. Mm-hmm. És még egyet csinál, négy. Mit a feladatot csinálod? Jó, you can choose mit csinálod, or ezt a feladatot csinálod. És csinálod is definite. Csinálod is definite, because... Finite, aha. Én same csinálom a feladatot. Igen. Ezt a feladatot csinálod. Oké, okay, Sina, can you do one more all of them? The correct? Kérem szépen ezt a tollat. Ki kapja a sajtot pizzát. Látod az automat. Ist a feladatot csinálod. Jó. Sina, can you follow it? Igen. Jó. És Steve, öt? Melyik lányt ismered? Melyik lányt ismered, jó. Várad már az ebédszünetet? Várod már az ebédszünetet, jó. Hét. Ezt a filmet nagyon szeretjük. Ezt a filmet nagyon szeretjük, jó. Hétvégén szüttjük Marci tortáját. Igen, hétvégén sütjük Marci tortáját. Marci tortája ez a konkrét van, akkuzatív t, sütjük, definit. Hétvégén sütjük Marci tortáját. És Steve? Nem ismerem azt a férfit. Nem ismerem azt a férfit. Hm? Azt a férfit. Definite article plus accusative t. Nem ismerem azt a férfit. Jó, Sina, can you read the correct forms from 5 and 10? Igen. Melyik lányt ismered? Várod már az ebéd szünetet? Ezt a filmet nagyon szeretjük. Hétvégén sütjük Marci tortáját. Nem azt a férfit. Nem ismerem azt a férfit. Jó. Any question about this? New words or question? Steve? Any question, kérdés? Sina, okay? Igen. Before the break, we do 87.9. Melyik rak helyes, which is the correct suffix? Ok or on, so we have to figure out which is the definite. Magyarul tanulok. Magyarul is an adverb, we don't have accusative, we don't have definite article. Then we use tanulok, magyarul tanulok. A magyar nyelvet, we have here definite conjugation a and accusative t. A magyar nyelvet tanulsz, or tanulod, Sina? Hold on. Next page in the munkafizet exercise book. 87.9. Jó, the next page on the exercise book. Igen. Tanulod. Tanulod? A magyar nyelvet tanulod. Jó. Anna most tanul a ragozást.
a definite article. Tanulja. Tanulja. Jó, Anna most a ragozást tanulja. Négy, valamit mindig tanul. Valamit is indefinite. Tanulunk. Valamit mindig tanul. Jó. Hova megy? Ma este? We have no accusative, so it is indefinite. Tanulunk. Emelzett. Jó, next page, 87.9. Next page in the exercise book, 87.9. Okay. Igen. Jó, szó. Öt, hova megyünk, vagy hova megyünk ma este? Megyünk. Megyünk. Jó. Mit nem értesz, or mit nem érted, mit, after mit is the question, indefinite. Mit értesz? Mit nem értesz? Jó. Mit nem értesz? Jó. Mindent értenek, vagy mindent értik? Ők mindent értenek, vagy mindent értik? Doktor, mindent értenek. Mindent értenek. Jó. Mindent értenek. Next one, semmit, after semmit is indefinite, because indefinite thing, semmi, nothing, semmit nem ért, inkor is ért. Értünk. Semmit nem értünk, jó. Miért nem ért a problémát, it will be definite because a, and accusative t, miért nem értitek, vagy miért nem értetek a problémát? Értitek. Értitek, jó. Mennyibe kerül? Nothing, or kerüli ez a nadrág. It will be indefinite because we don't have accusative form. Nulla. Nulla. Mennyibe kerül ez a nadrág? Oké. Okay. Nem kell sem, mennyibe kerül ez a nadrág. Jó. Mit csinálnak, vagy mit csinálják? So, after mit is indefinite. Mit csinálnak? Mit csinálnak? Oké. Okay. Ebből a sajtból kér húzdekát. We don't have accusative, so it will be indefinite. Ebből a sajtból kérek, or kérem? Kérek. 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 Jó. Ebből a sajtból kérek húzdekát. Jó. Ezt nem értek, or nem értem. Ezt is definite. Értem. Ezt nem értem. Jó. Segít nekem egy kicsit. Segítetek, vagy segítitek? Egy kicsit is not concrete, so is indefinite. Segítetek. Segítetek, azaz. Segítetek nekem egy kicsit. És zenét hallgatok, vagy hallgatom, without definite article, it will be indefinite. Hallgatok. Zenét hallgatok. Oké. Okay. Jó, Steve, can you read the first seven, 1-től 7-ig, magyarul tanulok. A magyarul tanulok, a magyar nyelvét tanulod, hanem most tanulja a ragast, valamit mindig tanulunk, hova megyünk ma este, mit nem értesz, and minden értenek. Jó, köszönöm. Sina, nyolctól. Semmit nem értünk, miért nem értetek a problémát, mennyi bekerül és a nadrág, mit csinálnak, ebből a sajtból kirek húzdikat, is nem értem, segítetek nem egy kicsit. Nekem egy kicsit. Nekem, egy kicsit. Színet hallgatok. Zenét hallgatok. Oké, okay, fine, köszönöm. Jó. Any question about this? Nem. Jó.
So we continue with this grammar point because we have to exercise this. Jó étvágyat. Okay. And by the way, Silvio texted that he can't attend the class today. That he? He texted that he cannot attend the class today. Yeah. Okay. So it's possible that he joined to the evening class because his time. We will see. Okay. It's okay. So yeah. Okay. So jó étvágyat, and we meet 12-kor. Találkozunk. Jó étvágyat.